Az Excel egy rendkívül sokoldalú és erőteljes eszköz lehet bárki kezében, akinek adatokkal akad dolga. Sokan csak az adatok tárolására használják, pedig egyszerű feladatoktól kezdve akár egészen összetett elemzések elvégzésére is alkalmas lehet. Szinte bármi, amit kézzel csinálsz, vagy fejben számolsz az adataiddal kapcsolatban, azt lehet gyorsabban, precízebben végezni Excellel. Nem egyszer tapasztaltam, hogy egy-egy feladat, amelyre akár napokat szánt volna a kutató, néhány okos megoldással, néhány munkaórára csökkenthető Excellel. Egyik kedvenc profi Excel-es oktatom, mert ilyenek is vannak, Chris Dutton, valamelyik intrójában hallottam, hogy ha azon kapod magad, hogy valamit kézzel csinálsz Excelben, akkor állj meg, és gondolkodj el azon, hogy hogyan lehet automatizálni. Mert biztos lehetsz benne, hogy az az idő, amit az automatizálásba belefektetsz, az be fog jönni vagy már ebben az elemzésben, hogyha elég profi vagy már benne, vagy pedig az ezt követő elemzéseid során, ahol sokkal jobban le fogod tudni rövidíteni az időt, amit az adatok feldolgozására fordítasz. Nem csak egyszerű feladatokra lehet az Excel-t használni, hanem komoly statisztikai programok is kiválthatóak vele. Ezt terveim szerint bizonyítani szeretném azzal, hogy a kurzusom alatt oktató statisztikai tesztek elvégzését nem csak a statisztikai programokban, mint amilyen az SPSS vagy a JASP szeretném megtanítani, hanem az észszerűség határain belül szeretném megmutatni azt is, hogy Excelben hogyan lehet ezeket a statisztikai teszteket elvégezni. Persze jó kérdés, hogy igazán bonyolult elemzéseket érdemes-e Excelben végezni, mivel ezek legtöbbször rendkívül összetettek. Az Excelre talán a legjobb úgy gondolni, mint egy svájci bicskára vagy egy multitool eszközre, mely gyakorlatilag tartalmaz mindent, a manikűrollótól a dugóhúzón át a fűrészig, és bármi megoldható vele, de azért egy igazi manikűrollóval vagy egy igazi fűrésszel könnyebb lenne a munka. Ami az Excelt mégis kiszoríthatatlanná teszi az adatfeldolgozás piacáról, azaz a közvetlenség, ahogy az adatainkhoz hozzáférünk. Az, ahogy az adatainkat folyamatosan kézzelfoghatóan látjuk, ahogy jelen vannak a számításaink során, és a számításokat közvetlenül magukon az adatokon hajtjuk végre, és a számításaink eredményeit közvetlenül ott az adatok mellett látjuk is. A statisztikai programokban az adatokat általában változóba szoktuk szervezni, ez mondjuk többé-kevésbé igaz az Excelre is, de a legtöbb statisztikai programban az elemzések elvégzése során magukat, az adatokat már nem látjuk, hanem ezekre a változó szoktunk hivatkozni. Így magukat az adatokat és azok minden tulajdonságát olyan egyszerű dolgoktól kezdve, hogy hány tizedes jegyig van számolva, vagy milyen skálán mérődik a tulajdonság, vagy egyáltalán milyen értékekkel van kódolva egy-egy változó, ezeket mind-mind mentálisan kell fejben tartani. Ez egy tapasztalt adatelemzőnek nem probléma, de egy-egy specifikus problémában az ő kognitív terhelésüket is csökkentheti az adatokra való közvetlen rátekintés lehetősége. Egy olyan személy, aki viszont még annyira nem járatos az adatelemzésben, hogy ilyen mentális képeket képes legyen az adatokról kialakítani magában, számára hatalmas segítség lehet az, hogy az adatokhoz folyamatosan közvetlenül hozzáfér. Azt is szeretem az Excelben, hogy intuitív a használata, arra készteti a felhasználót, hogy téri elrendezésekben, téri relációkban gondolkozzon, ezzel kihasználja azt, hogy az emberi agy a téri gondolkodásban nagyon jól működik az őseink vadászó-gyűjtögető életmódjának köszönhetően. Az Excel fájlokat úgynevezett munkafüzeteknek szoktuk nevezni. Kiterjesztését tekintve találkozhattok az XLS X kiterjesztéssel, illetve ha régebbi verzióval találkoztok, akkor annak XLS volt a kiterjesztése, illetve találkozhattok még az XLS M kiterjesztéssel, ami az úgynevezett makróbarát munkafüzet. A makrók azok olyan rövid kódrészletek, amiket a felhasználók fűzhetnek hozzá az Excel munkafüzeteikhez. Maga a munkafüzet az tartalmazza az adataidat, ilyen táblázatos formában, mint ahogy a képernyőn is látszik, illetve tartalmazza az adatokon végzett számításokat, a függvényeket, és esetlegesen ezeket a VBA kódokat. VBA, azaz makrókódokat.
Mint általában a legtöbb programnak, az Excelnek is a tetején egy menüsáv található. A legfőbb menüpontok azok szövegesen fel vannak sorolva a legfelső sorban, mint file, kezdőlap, beszúrás és egyéb Excel-specifikus munkafüzetlapok. Viszont az legtöbb programtól eltérően az almenüpontokat nem úgy érjük el, hogy rákattintunk a főmenüpontokra, és akkor egy legördülő ablakban nyílnak meg a lehetséges almenüpontok, hanem a főmenüpontokra kattintva egy menüszalag fog megnyílni, ez a gyors elérési eszköztár. Mind az eszköztár, mind pedig a fő menüsáv az bővíthető. Például a te Excel-edben egyáltalán nem biztos, hogy létezik ez a fejlesztő eszközök, vagy ez a Power Pivot menüpont, mert ezek olyan add-inek, olyan hozzáadások, melyeket külön engedélyeztem az Excel munkafüzeteimhez. Ezeket az add-ineket a file beállításokon belül lehet majd hozzáadni, vagy elvenni az Excel-ektől, hogyha ilyennel találkozunk, akkor mindenképp meg fogom mutatni, hogy hol lehet ezeket hozzáadni az Excel-ekhez. A menüszalag össze is csukható, hiszen lehetséges az, hogy szeretnénk az egész képernyőn az adatainkat látni, mert szeretnénk egy nagyobb részét áttekinteni az adatoknak, és olyankor fájdalmasan sok helyet foglal el ez a menüszalag a képernyő tetején. Ekkor a menüszalagnak a jobb alsó sarkában lévő kis nyilacskával ezt a menüszalagot össze lehet csukni, és a legközelebbi használatkor, amikor lenyitjuk a menüszalagot, akkor a kis gombostűvel újra rögzíteni lehet az eredeti helyén. A menüszalag alatt a függvénysáv található, viszont ezt ugorjuk egy pillanatra még át, az alatt található maga a munkalap. A munkalapra gondolhattok úgy, mint egy táblázatra, melynek sorai és oszlopai vannak, illetve egy munkafüzeten belül nem csak egy munkalap található, a munkalapokat, azt, hogy épp melyiken álltok, a jobb bal alsó sarokban fogjátok látni. Változtatható az elnevezése, a színe, a sorrendje, hozzá lehet adni, el lehet venni, sőt másik munkafüzetbe is lehet munkalapokat másolni. Mindezekre a videósorozat során vissza fogunk térni, hogy hogyan lehet őket megcsinálni. Hát térjünk vissza a munkalapra. Mondtam, hogy a munkalap az gyakorlatilag egy táblázatnak tekinthető, egy táblázatnak vannak oszlopai, vannak sorai. Az oszlopokat az Excelben betűkkel szoktuk lehivatkozni, a legelső oszlop A betűvel, majd B, C, D, egészen az angol ABC utolsó betűig Z-ig, amit követően a következő oszlop az AA, majd AB, AC lesz. És akkor ezt a logikát követve lehet az összes oszlopot lehivatkozni. A sorokat pedig számokkal fogjuk hivatkozni, egytől indulnak, szépen sorozatosan mennek le. Gyakorlatilag jelenleg az F oszlop van kijelölve, ez pedig a hetes sor, és egy oszlop és sor találkozása fog meghatározni egy cellát. Az a cella, ami most éppen ki van jelölve, az F7-es cella lesz. A cellákba fogjuk az adatainkat beírni, illetve ide fognak a képletek is kerülni. És akkor térjünk vissza a függvénysávba, mert hogy az adatokat és a képleteket nem csak közvetlenül a cellába lehet beírni, hanem ha egy cellára állunk, akkor a függvénysávba is beírhatjuk akár az adatokat, akár a képleteket. Képletek beírásánál azért jó a függvénysávot használni, mert a függvénysáv mellett látjátok ezt az FX menüpontot. Ezt lenyitva az Excel segít nekünk kiválasztani azt, hogy valójában mely függvényt keressük, illetve segít a függvény argumentumainak kitöltésében is.